Menekülnek az orvosok az Arad megyei kórházból, miután a fertőzés elterjedt az intézményben. A rendkívüli helyzet miatt Nélutataru egészségügyi miniszter a helyszínre látogatott. A rossz intézkedések és a koronavírus terjedése miatt az Arad megyei sürgősségi kórház több dolgozója is beadta felmondását az elmúlt napokban. Emiatt látogatott a helyszínre tegnap délután Nélutataru egészségügyi miniszter, aki védőmaszkban és kesztyűben a megyei önkormányzat és a kórház vezetőinek társaságában tekintette meg a szűrősátrakat, majd a kórházi dolgozókkal is találkozott. Az egészségügyi dolgozóknak nem túl jó a lelki állapotuk, de jó benyomást tett rám egy fiatal szicíliai rezidens orvosnő, aki a mi betegeinket kezeli. Úgy gondolom, hogy ez is egy ok kellene legyen a mi orvosaink számára, hogy megértsék, ez az a pillanat, amikor mindannyian az aradiakra, az Arad megyeiekre kell gondoljunk. Az egészségügyi miniszter újságírói kérdésre cáfolta, hogy hanyagság miatt terjedt volna el a fertőzés. A kórházi látogatás után a Nagylaki határátkelő helyet kereste fel a tárcavezető, ahol a húsvéti időszakban több ezer külföldön dolgozó román állampolgár hazaérkezése várható.